Halloween szimbóluma hosszú évszázadok óta a kivájt töklámpás, az úgynevezett Jack lámpa, amely eredetileg kettős célt szolgált. Egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a holtak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. Jack a legenda szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes kovács volt. Olyannyira, hogy még az ördögöt is megviccelte. A legenda szerint egy szép napon odament a részeges Jackhez az ördög és hívta a pokolba, de előtte felajánlotta, hogy igyanak meg még egy italt. Jack azonban nem akart vele tartani. Ezért tehát furfangos cselte szert ki inkább, és ravasz módon megkérte, hogy válasszon egy almát az almafáról, mire az ördög felmászott a fára. Jack aztán keresztet rajzolt a fa törzsére, mivel az ördög köztudattan irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott lejönni a fáról. Az ördög nagyon megijedt a kereszttől, és nem is mert lemászni. Kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Majd az ördög addig-addig egyezkedett a furfangos kovácssal, hogy ígéretet tett arra, hogy soha többé nem fogja kísérteni a lelkét, ha végre elengedi őt. Jack ekkor megengedte az ördögnek, hogy lemásszon a fáról, aki abban a pillanatban el is tűnt. Amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt, mert a mennybe nem engedték be, mivel élete során sokat részegeskedett és bűnös módon élt. De az ördög sem akarta a pokolba befogadni, mert nagyon haragudott Jackre a régi csínje miatt. Csak arra kérte az ördögöt, hogy legalább egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálja az utat az élők világába. Végül az ördög megszánta, és egy izzó fa darabot dobott Jacknek a pokol katlanja alatt lobogó tűz parázsából. Az örökké izzó parazsat Jack egy kivájt takarmányrépa belsejébe tette, és azóta bolyong a lámpásával a mennyország és a pokol között. A legendának sok egyéb változata is létezik az angol szász nyelvterületeken, köztük Fukar Jack, Stingy Jack története is, az öreg részeges kovácsról, aki szeretett mindenkit megtréfálni, de egyszer eladta a lelkét az ördögnek. A legenda egy másik ismert változata szerint, amikor az ördög el akarta hívni a pokolba a részeges kovácsot, Jack csele az volt, hogy meggyőzze az ördögöt, hogy változtassa magát pénzérmévé, mellyel fizeti az italukat a kocsmában. Az ördög úgy is tett, Jack azonban a pénzt zsebre tette egy ezüst kereszt mellé, mely megakadályozta, hogy az ördög visszaváltozhasson eredeti alakjába. A kelta retket az amerikaiak időközben tökre változtatták, állítólag azért, mert abból több volt nekik, és a világító sárga gömb lassan Halloween szimbólumává vált. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a hónapban. Kívánok mindenkinek kellemes Halloween-t, és találkozunk legközelebb a megszokott mennyiségű videókkal.